Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán. Bud Spencer filmjeinek bemutatása során elérkeztünk egy tévésorozathoz, mégpedig az óriási nyomozóhoz. Ha a színész karrierjét tekintjük, akkor nagyjából ott tartunk, hogy már a közös filmek sem mentek igazán jól. 84-ben még elkészült a Nincs 2-4 nélkül, ami sikeres lett, de az utána érkező szuperhekusok már nem. Mindenesetre a szuperhekusok sikertelensége után a páros ismét különvált és önálló filmeket kezdtek el készíteni. Bud Spencer első próbálkozása az Aladdin volt, ami igencsak mérsékelt sikert aratott. Az olasz filmgyártásban is tovább folytak a változások, melynek köszönhetően számos híres rendező, illetve színész áttette székhelyét a tévébe. Ugyan Bud Spencer régebben azt nyilatkozta, hogy semmiképpen nem szeretne tévével foglalkozni, mégis két dolgot neki is be kellett látnia. Az egyik az, hogy megöregedett, a másik pedig az, hogy őt nagyon sokan szeretik, de közben felnőtt egy új generáció, és az ő nevével már nem olyan egyszerű eladni egy mozifilmet. Ekkor érkezett egy érdekes ötlet. Steno már régóta tervezte, hogy készítene egy ötödik filmet a Piedone sorozathoz, mely Rióban játszódna. Ezt az alapötletet egy picit átdolgozva megszületett Bud Spencer első tévés próbálkozása, az óriási nyomozó. Maga az alapkoncepció az volt, hogy valami nagyon hasonló készüljön, mint a Piedone sorozat, de nem olyan komoly hangvételben, mint mondjuk annak az első része. Továbbá koncepció volt, hogy figyelembe vegyék Bud Spencer korát, illetve hogy a film alapműfaja krimi legyen. Minimalizálták az akciójeleneteket, csak viszonylag kevés poént használtak, de megpróbálkoztak egy alapvetőleg érdekes krimis forgatókönyvvel. Itt megjegyezném apró érdekességképpen, hogy a Piedone 5 tervei tovább éltek, nem süllyedtek el az óriási nyomozó sorozattal. Még 2005-6-ban is jelentek meg olyan újságcikkek, mely szerint készül a film, aztán végül is nem lett belőle semmi. Magát az óriási nyomozó tévéfilmnek tervezték, elkészítették a filmet, ez nagyon tetszett a producereknek, és adtak még pénzt további 6 epizód elkészítésére, és így lett belőle tévésorozat. Sőt, a producereknek annyira tetszett a végeredmény, hogy Stenót megbízták, hogy kezdje el előkészíteni a második évadot, de közben a rendező elhunyt, így ez nem valósulhatott meg. Bud Spencer egyébként rendkívül szívén viselte a projektet, ez volt az első olyan filmje, ahol a forgatókönyvírási folyamatba is beszállt, nem csak az alapötletet szállította, mint például a Banános Joe-nál. Ha így összességében belegondolunk, amit eddig tudunk erről a filmsorozatról, egyáltalán nem hangzik rosszul az alapötlet. Én még emlékszem rá, amikor a Királyi TV először műsorra tűzte az óriási nyomozót, nagyon vártuk a bemutatót, és rendkívül jó volt a nézettsége is. Maga a filmsorozat elsősorban német, illetve olasz pénzből készült, Magyarországon, illetve Németországban elsöprő sikere lett, Olaszországban már kevésbé. Az epizódok 90 percesek voltak, tehát akár mondhatjuk úgy is, hogy nagy játékfilmként funkcionáltak. Ha azt nézzük, hogy Bud Spencer ebben az időszakban, illetve utána milyen filmeket készített, akkor ezek színvonalát simán eléri az óriási nyomozó. És persze ezerrel működik az óriási nyomozóban a nosztalgia, elég csak a zenére gondolnunk, vagy magára a főszereplőre, továbbá a rengeteg mellékszereplőre, akik már régebbi Bud Spencer filmekben feltűntek. Annak ellenére, hogy a koncepció abszolút érdekesnek tűnik, azért néhány helyen félresiklott a projekt. Az egyik, hogy minden epizódra egy érdekes krimi szálat ígértek nekünk, nos azért ez nem mindig valósul meg. A másik dolog, egyértelműen hiányoznak az óriási nyomozó filmekből az akciójelenetek. Valószínűleg ezen a rajongók könnyebben túlléptek, mint azon, hogy a poénokból is nagyon-nagyon keveset kapunk. Minden esetre stílusát tekintve, annak ellenére, hogy krimi, nem nevezhető teljesen komolynak az óriási nyomozó, de poénok nagy része elmarad. Az első epizód az egy különös biztosítás. Ennek az epizódnak a felépítésén is látszik, hogy ez egy pilot. Például kiírnak helyszíneket, illetve egy pár pillanat erejéig felcsendül a Piedone zenéje. Magában a történetben is érződik egyfajta bevezető jelleg, hogy picit több mindent szeretnének a nézőkkel megismertetni. A történet nem rossz, bár vannak felesleges dolgok, például, hogy szinte előírt módon Jack Clementi mellé beraknak egy gyerekpajtást. A következő epizód a hamisítvány, melynek cselekményének középpontjában egy ókori szobor áll. Összességében még erről is elmondható, hogy egész jó a krimi szál. Talán egy fokkal jobban is tetszett, mint az első részé, ráadásul külön pozitívum, hogy a negatív szerepben egy régi ismerőst köszönhetünk. A harmadik epizód a díva, itt is kapunk egy krimi szálat, ami nem is feltétlen rossz, csak sajnos nem igazán érdekes. Nem mondanám nézhetetlen epizódnak, de egyértelműen az első kettő jobban sikerült.
Ezután jött a negyedik epizód, a Boomerang. Sztoriát tekintve Jack Clementi egy eltűnt fegyver után nyomoz. Összességében egyértelműen ez a sorozat mélypontja, rettenetesen unalmas. Sajnos az egész epizódban szinte semmi nem történik, számomra egyértelműen ez volt a leggyengébb rész. Ezután jött az ötödik rész, az egy uncia $395. Itt megint kapunk egy egészen használható krimi szálat. Talán ennél az epizódnál éreztem, hogy Bud Spencer karakterét próbálják a létező legjobb módon kihasználni az új koncepcióval. Ismét kapunk egy picike Piedone zenét, ráadásul az epizód néhány pontján kimondottan izgalmasnak nevezhető. Végül a hatodik epizód, a halálbiztosítás zárja a sort. Ez a rész kb. Olyan színvonalat képvisel, mint a díva, egyszer fogyasztható és kb. Ennyi. Összegezve kicsit az elmondottakat, az óriási nyomozó nem egy rossz sorozat. Persze ez elsősorban akkor igaz, hogyha elfogadjuk mi is azokat a dolgokat, melyeket Bud Spencernek is el kellett fogadni. Ugyanakkor egyértelműen kijelenthető, hogy a színész későbbi munkáival ellentétben ez még nem válik cikivé. Ami talán problémás, hogy minden epizódba próbálta beleerőltetni egy akciójelenetet. Nyilvánvaló ezek nélkül még annyian sem nézték volna a sorozatot, de összességében a sztori tekintetében nem igazán van funkciójuk. De ami nagyon fontos, hogy látszik, hogy Bud Spencer nem érezte magát rosszul a forgatás alatt, nem úgy, mint mondjuk az Exolage esetében, és mi nézők sem gondoljuk azt, hogy meggyalázták volna nagy ikonunkat. Ennek fényében, aki még eddig nem látta a sorozatot, mindenképpen ajánlom, hogy próbálkozzon meg vele, egyáltalán nem olyan rossz, hogyha elfogadjuk, hogy kicsit mást fogunk kapni. Amit még fontos megjegyeznünk az óriási nyomozó sorozattal kapcsolatban, hogy klasszikus bújtoros szinkronja van. Ugyan maga Bújtor István tud emelni az epizódok színvonalán, de poénokat a magyar szinkronba se írtak. Így összességében én egy alternatív Bud Spencer skálán 50%-ra értékelném a sorozatot. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!